A világ legütőképesebb hadihajója portjára indul az Atlanti-óceánon. A német Bismarck csatahajónak akkora a tűzereje, hogy a szövetségesek bármely hajóját a tengerfenekére küldheti. A briteknek az elavult kétfedelű Swordfish gépeken repülő bátor pilótáikat is be kell vetniük, hogy megtalálják, és mindörökre harcképtelenné tegyék Hitler szuperhajóját. Filmünk számítógépes animáció segítségével eleveníti fel a drámai ütközeteket, a legnagyobb német hadihajó első sikerét és gyors bukását, a brit légierő sorsdöntő beavatkozását. Ismerjék meg a szembenálló felek taktikáját, éljék át a csatát, a Bismarck után indított hajszát. május 24. Hajnalodik. Két félelmetes német hadihajó szeli az Atlanti-óceán jeges habjait. A Prinz Eugen nehéz cirkáló halad elől, mögötte pedig ott ködlik a csupa ágyú és acél Bismarck csatahajó. A világ legnagyobb hadihajója első bevetésére indul. Szupertitkos küldetését a Rajna fedő név alatt hajtja végre. A német hajók észrevétlenül próbálnak kilopózni az Atlanti-óceánra, hogy megtámadják a szövetséges konvojokat. A konvojok létfontosságúak, fedezettel közlekednek, de ha egy akkora hajó, mint a Bismarck rájuk támad, a kísérőhajók egyike sem tudja megvédeni őket. A Bismarck kapitánya ugyan Ernst Lindemann, de a bevetés olyan fontos, hogy egy harcedzett veteránra, Günther Nütjens flotta admirálisra bízzák a parancsnokságot. A hajón szolgál Heinrich Kunt, 24 éves gépész is. Izgatottan készültünk a bevetésre. Tudtuk, hogy a Bismarck a világ legütőképesebb hadihajója. De a britek számbeli fölényével is tisztában voltunk. Kíváncsian vártuk, hogy mi történik, ha kifutunk a nyílt tengerre. A németek nem is sejtik, hogy tőlük 50 kilométernyire délkeletre két brit csatahajó járőrözik. A Prince of Wales és a brit flotta büszkesége a Hood. Az akció parancsnoka Lancelot Holland altengernagy a Hood fedélzetén tartózkodik. Ugyanott szolgál a 18 éves Ted Briggs jelzőszolgálatos matróz is. Félelmetes híre volt. A hadihajók csúcsának tartották. Egyetlen ország sem bocsátott még vízre ekkora csatahajót. Holland altengernagy azt tervezi, hogy Izland és Grönland között a Dánia szoros bejáratánál fogadja a németeket. Keresztbe fordul a hajóival és az összes oldalsó ágyújával ösztözet zúdít a közelgő ellenségre. De mindez csak terv marad. Éjszaka ugyanis szem elől tévesztik az ellenséget, és mire felvirrad, a hajó pozíciója megváltozik. Most már a németek helyzete előnyösebb. A németek felismerik, hogy a vakszerencse folytán olyan taktikai előnyre tettek szert, amilyenről Nelson óta minden haditengerész álmodik. Ők lőhetnek az oldalsó ágyúikkal, míg a britek kezdetben csak az elől lévő ágyúikat használhatják. De a britek nem esnek kétségbe. A Hood végül is a tengeri uralmuk jelképe. Fél hat után 7 perccel a német hajóktól 23 kilométerre lévő Hood adja le az első lövéseket. A gránátok a Prinz Eugen jobb oldala előtt csapódnak a vízbe. Kisvártatva a Prince of Wales is sort tüzet zúdít a németekre. A gránátok ezúttal is céltévesztenek. A páncéltörő lövedékek ismét a tengerbe csapódnak. A német hajók körül hatalmas vízoszlopok emelkednek a levegőbe, de Lütjens tengernagy egyelőre nem viszonozza a tüzet. Vártuk a tűzparancsot.
A feszültség szinte elviselhetetlenné vált. Ha egyszer megtámadtak, miért nem lövünk vissza? Günthernek nem az volt a dolga, hogy hadihajók ellen csatázzon. Neki az angol száz kereskedelmet kellett megbénítania. A britek szakadatlanul támadják. Óránként 3000 km per óra sebességgel süvítenek fölöttük a gránátok. De Lütyensz nem viszonozza a tüzet. Lindemann kapitány bosszúsan nézi, és a végén közbeavatkozik. Azt mondja, nem engedi, hogy kilőjék a feneke alól a hajót. A Bismarck tüzet nyit. Egy tonnás gyilkos gránátok süvítenek a hút felé. A világ legfélelmetesebb csatahajója akcióba lép. Hamburg 1939. február 14-e. Dicsőséges napra virrad a harmadik birodalom. Felavatják Hitler büszkeségét, a Bismarck csatahajót. A német filmhíradók büszkén adják hírül, hogy a hatalmas hajó 35 ezer tonnát nyom, és éppen annyit, amennyit az első világháború után megkötött nemzetközi flotta egyezmények Németország számára engedélyeztek. Az igazság hétpecsétes titok. A Bismarck valójában 50 ezer tonnás. Amikor Hamburgban megpillantottuk, a mérete mindannyiunkat meglepett. Néhány rekesze 3 emeletnyi volt. Soha nem láttam még ekkora hajót. A Bismarck csaknem 260 méter hosszú, oldalát 30 centinél is vastagabb acélpáncél borítja. 36 méter széles fedélzete stabil felületet kínál a 8 380 mm-es kaliberű lövegnek. Büszke voltam, hogy ekkora hajókat építünk. Úgy éreztem, ezek valóban hűen tükrözik a birodalom erejét. 1941. május 18-án a Bismarck titokban kifut a kikötőből, hogy végrehajtsa a Rajna akciót. Ám 3 nap múlva a brit királyi légierő egyik Spitfire gépe lencsevégre kapja Bergen közelében. A flotta gyorsan útnak indítja a Prince of Wales-t és a legnagyobb brit hadihajót, a Hoodot. Amikor 1920-ban vízre bocsátották, a 262 méteres 48 ezer tonnás Hood a világ leghosszabb és leggyorsabb hadihajója volt. A Hoodon és a Bismarckon egyaránt 8 380 mm-es löveget helyeznek el, amelyek 25 kilométernyire lőhetik ki 770 kilós gránátjaikat. Amíg a Hood ágyúi percenként 2-t lőhetnek, a Bismarck újabb típusai 3-szor is elsüthetők. A legnagyobb különbség a páncélzatban rejlik. A Bismarck csatahajót vastag páncél borítja, a Hood viszont csatacirkáló, tehát a gyorsaság is fontos szempont. Az volt a feladata, hogy becserkészze és elsüllyesse az ellenséges cirkálókat. Nem arra szánták, hogy csatahajókkal hadakozzon. A Hood fedélzetét ezért mindössze 7-8 centis páncél borítja. A meredek szögben becsapódó lövedékek könnyen átszakíthatják, hogy azután a hajótestben felrobbanjanak. Mindig is tervezték, hogy megerősítik a fedélzeti páncélját, de azután kitört a háború, és a cirkálót nem nélkülözhették. És most, 1941. május 24-én a Hood és a Bismarck is tüzet nyit. Amikor a nagy ágyukat elsütötték, az egész hajó beleremegett. Úgy éreztem, mintha meggörbült volna a hajótest. Iszonyatos erejük volt azoknak az ágyúknak.
a Hood és a Prince of Wales itt helyezkedik el. A Bismarck és a Prince Eugen pedig itt, 21 kilométer távolságra. A britek tudják, hogy milyen könnyű a Hoodot lángba borítani, ezért megpróbálnak minél közelebb férkőzni, hogy a német tüzérek kénytelenek legyenek lapos röppályán lőni. A lövedékek így remélhetőleg csak a 30 centis oldalpáncélt érik, nem pedig a vékony fedélzetet. A Bismarck első sortüze alig tévesz célt. A Hood jobb oldala előtt robbannak a lövedékek. A Bismarck ismét tüzel. A német tüzérek hajszál pontosan mérik be a célt. A királyi haditengerészet büszkesége a látókörükbe kerül. A világ legütőképesebb hadihajója, a német Bismarck csatahajó és a Prince Eugen nehéz cirkáló tűzharcba keveredik a brit flotta két büszkeségével, a Hooddal és a Prince of Wales-szel. A Bismarck és a Prince Eugen itt, a Hoodtól és a Prince of Wales-től északnyugatra manőverezik. A németek kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen az összes oldalágyújukkal tüzelhetnek, míg a britek csak az előső ágyúikat használhatják. Alig 4 percet tart a csata, amikor a britek elvesztik első embereiket. Egy gránát átszakítja a Hood lőszerraktárának tetejét, és felrobbantja a 100 mm-es légvédelmi lövedékeket. Az iszonyatos erővel szétspriccelő gránátszilánkok leterítik a közelben állókat. Ted Briggs a tájoló fedélzetről a hajóhíd legmagasabb pontjáról látja a jelenetet. A főárbot talapzatánál találták el a hajót. A lőszerraktárnál tűz ütött ki. Pokoli látványt nyújtott. És rengetegen meghaltak. Quite a lot of people. Egy másik lövedék a központi torony közelében csapódik be. A helyzet kétségbeejtő. Amikor 13 kilométerre megközelítik az ellenséget, Holland altengernagy kiadja az utasítást, hogy forduljanak az oldalukkal a németek felé. Holland altengernagy ekkor úgy gondolta, hogy elég közel van a németekhez, nem kell tartania a felülről becsapódó lövedékektől. De Holland elszámolja magát. A Bismarck elsüti mind a 8 380 mm-es ágyúját. Az irányzók pontosan céloztak. A hatalmas durranástól megremegett az egész hajó. Az ágyúk annyira visszarúgtak, hogy szinte meggörbült a hajótest. Tudtuk, hogy ha ezek a lövedékek célba érnek, iszonyatos pusztítást végeznek. Az egyik 770 kilós páncéltörő lövedék 20 másodpercnyi repülés után telibe találja a Hoodot. A lövedék átszakítja a fedélzetet és behatol a hajó gyomrába. A központi lőszerraktár kigyullad. A Prince of Wales tengerészei néma borzadájjal figyelik, amint a Hood szétroncsolt fedélzetén magasra csapnak a lángok. A lőszerraktárban tárolt robbanóanyag úgy lobbant lángra, mint egy zárt térben meggyulladó tűzijáték. Ezt a jelenséget nevezzük deflagrációnak. Azután hatalmas robbanás következik. Az óriási hajó két részre törik.
Az orra megemelkedik, a közepe süllyedni kezd. 30-40 fokban megdőlt. Láttuk, hogy mindennek vége. Senki sem utasított, hogy hagyjuk el a hajót. Nem is volt rá szükség. Ted Briggs és a tájoló fedélzeten szolgáló bajtársai az életükért küzdenek. A segédtiszt mögött voltam. A hajóraj navigációs tisztje Warren félreállt és előre engedett. Sohasem felejtem el. A németek is látják a tragédiát. The ship broke into... A hajó darabokra tört. Biztosra vettük, hogy egy ekkora robbanás után senki sem maradhat életben. Miközben a húd lassan a sötét hullámsírba süllyed, első lövegtornyából még lead egy utolsó sortüzet. A tájoló fedélzet jobb oldalán sikerült eljutnom egy létrához, hogy lemásszak a közvetlenül alattunk lévő parancsnoki hídra. Félúton lehettem, amikor elért az örvénylő víz, és a mélybe rántott. Briggs egyre lejjebb süllyed. Azt hittem, mindennek vége. Azután hirtelen mégis a felszínre sodródtam. Kiemeltem a fejem a vízből, és körülnéztem. Ott volt a hajó. 50 méterre. Így állt. Pánikba estem. Megfordultam, és amilyen gyorsan csak tudtam, úszni kezdtem. Amikor legközelebb hátra néztem, már nem volt sehol. Csak a víz felszínén lobogott a tűz. Mindössze hárman éltük túl a katasztrófát. A többiek összesen 1418-an odavesztek. Amikor megtudtuk, hogy a húd süllyedni kezd, újjongtunk. De aztán borzadállyal figyeltük a pusztulást. Tudtuk, hogy a húdon szolgáló tengerészekre borzalmas halál vár. Nem telik bele 10 perc, és Hitler szuperhajójának messzehordó ágyúi elsüllyesztik a brit hadiflotta büszkeségét. Döbbenetes diadal. A Bismarck figyelme ezután a Prince of Wales felé fordul. A zászlós hajó elvesztése után a britek nehéz helyzetbe kerültek. A Prince of Wales egyedül maradt. Ráadásul vadonatúj hajó volt, nem ismerte még igazán a legénysége. Gépészeti problémák is akadtak vele. A Prince of Walesnek komoly tűzereje, 10 darab 356 mm-es ágyúja van. Ám 8-at közülük új típusú 4-es ikertornyokban helyeznek el, amelyek megfelelő tesztelés hiány gyakran meghibásodnak. A Bismarck és a Prince Eugen itt halad, a Prince of Wales pedig itt tőlük 12 kilométerre. A Prince of Wales kapitánya John Leach éles kanyart rendel el, hogy kikerüljék a húdroncsát. A Bismarck és a Prince Eugen a magányos brit hajó felé fordítja ágyúit. A németek nagyon könnyen váltottak célpontot. Elég volt egy apró állítás a sztereoszkópikus távmérőn, és szinte azonnal tüzelhettek a Prince of Wales-re. A németek egyszerű stratégiát követnek, ösztüzet zúdítanak a célpontra. A Bismarck és a Prince Eugen is sorozatban indítja útnak lövedékeit. A hatás leírhatatlan.
Az első találat a tájoló fedélzetet érte, ahol Leach is állt. A kapitány és két bajtársa kivételével mindenki meghalt odafönt. A második találat a tájoló fedélzet mögötti vezérlőtornyot érte, később a csónak fedélzetet, a repülőgép emelődarut is telibe kapták, három lövedék pedig a víz alatt érte el a hajót. A szűnni nem akaró német támadás a hét találat súlyos károkat okoz. 14 tengerész életét veszti, az ágyuk beszorulnak. Esélye sem volt rá, hogy a német hadiflotta két harcedzett hajójával szembeszálljon. 23 sortűz után a Prince of Wales délkelet felé visszavonul. Lütjens tengernagy a Bismarck fedélzetén úgy dönt, hogy nem üldözi. A Prince of Wales három helyen is eltalálja a német csatahajót, melynek első rekeszeibe 2000 tonna tengervíz zúdul. Az előső tartályai is megsérülnek, csorog belőlük az üzemanyag. Lütjensnek mi hamarabb kikötőbe kell jutnia, hogy elvégezhessék a javításokat. 1941. május 24-én este 6 óra 14 perckor a Bismarck elszakad a Prince Eugentől, és a nácik megszállta Franciaország felé veszi az irányt. A Bismarck nyugat felé tűnt el. Akkor láttuk utoljára. A húd elvesztése súlyos csapás a brit flottára, de a tragédia csak erősíti az elszántságukat. Elhatározzák, hogy minden lehetséges fegyvert, még az elavult torpedóvető repülőgépeket is bevetik, hogy megbosszulják a húdot, és elsüllyesszék a Bismarckot. Május 24-én a hitleri arzenál legújabb tagja, a Bismarck csatahajó elsüllyeszti a brit tengeri uralom jelképét, a húdcsata cirkálót, és súlyosan megrongálja a Prince of Wales csatahajót. A tragédia híre gyorsan terjed. A briteket mélyen megrázta a húd elvesztése, ugyanakkor felkorbácsolta bennük a bosszú vágyat. Végül is a flotta büszkesége, az elsüllyeszthetetlen hajó került a tenger mélyére. Nehezen emésztették meg a hajó katasztrófáját. A britek gyorsan és határozottan reagálnak. Winston Churchill miniszterelnök megígéri, hogy a Bismarckot mindenáron elsüllyesztik. Mindannyian meg akartuk bosszulni a húdot, ez egyértelmű. A flotta minden tagja, a legkisebb hajók legénységétől a legnagyobbakig mindenki bosszút esküdött. A húd elsüllyesztése után néhány órával az Atlanti-óceán északi részén tartózkodó valamennyi hadihajót John Tovey flotta admirális parancsnoksága alá rendelik. A Bismarck még több mint 3000 kilométerre van a francia partoktól. A megrongált Prince of Wales a Norfolk és a Suffolk cirkálókkal együtt árnyékként követi. Maga Tovey az 5. György király csatahajó fedélzetéről irányítja az akciót. A H jelű hajóraj délfelől csatlakozik hozzájuk. A Bismarckot több órás késéssel követő Tovey felismeri, hogy a gyors ellentámadás leghatásosabb módja a légi csapás. Május 26-a, éjjel 11:30. A távoli északon még mindig világos van, amikor a Victorious nevű anyahajóról felszállnak a Swordfish torpedóvető bombázók. Az óránként 135 kilométeres sebességgel repülő Swordfish kezdetleges fedélzeti radarokkal közelíti meg a Bismarckot. A Ferry Aviation cég által 1934-ben épített Swordfish, népszerű nevén a Cekker, könnyű kétfedelű repülőgép, melynek fémvázát szövettel vonják be. Háromfős személyzetét a pilóta, a felderítő és a hátsó géppuskás alkotja. A kétfedeles megoldásnak köszönhetően a gépre hihetetlenül nagy felhajtóerő hat, ezért kisebb anyahajókról is könnyen felemelkedik.
A második világháború kezdetén az Ford Fischt mindenki elavult típusnak tartotta. Lehet, hogy elavult volt, de nem volt haszontalan. Még ha nagyon lassan, óránként 110 km/órás sebességgel is repült, de igen gyorsan és határozottan lehetett vele manőverezni. Fő fegyvere egy 12-es jelű 457 mm-es torpedó, amely 177 kg TNT-t tartalmaz. Egy évvel korábban a Swordfishek 5 csatahajót süllyesztettek el az olasz partoknál, Taranto közelében, ezzel is bizonyítva, hogy a tengeri hadviselésben a repülőgépek a csatahajók fölébe kerekedhetnek. Ezúttal 8 Swordfish közelít a Bismarckhoz. Három támadó köteléket alkotnak. Hirtelen 60 méter mélyre süllyednek, majd rákanyarodnak a célra és szétválnak, hogy megosszák a légvédelmi tüzet. A repülők közelettével az acélerőd 52 légvédelmi ágyúja tüzelni kezd. A hajóágyúk ösztüzet zúdítottak ezekre a szegény, elavult két fedelű gépekre, melyek legénysége csak abban bízhatott, hogy az egyetlen torpedóját kilőve sikerül csapást mérnie a csatahajóra. A Bismarck tüzérei okos taktikát követnek. A legnagyobb ágyúkkal a tengert lövik, hatalmas vízfalat emelve a közeledő apró kétfedelűek elé. A Swordfishek bátor pilótái nem hátrálnak meg. Alig 200 méterre repülnek a hullámok felett. Olyan alacsonyan és lassan szállnak, hogy a Bismarck képtelen rájuk szegezni az ágyúit. A pilóták kioldják a torpedókat. A 12-es torpedók óránként 740 km-es sebességre gyorsulva közelítik meg a csatahajót. Amikor a brit repülőgépek támadni kezdtek, a kapitány gyors, éles kanyarokat rendelt el, hogy elkerüljük a torpedókat. A Bismarck megúszta a támadás első hullámát. Azután feltűnik egy újabb Swordfish, melyet Percy Jig hadnagy vezet. Géppuskása Les Sayer, felderítője pedig V.K. Norfolk, megközelíti a hajót és tüzel. A Bismarck közepe táján hatalmas, 50 méteres vízoszlop emelkedik a levegőbe. Az egyik torpedó a páncélborításnak csapódott és felrobbant. A hatalmas ütközés hatására mindannyian elestünk, a turbinaszelepek elzáródtak. Gyorsan újra kellett indítanunk a motorokat. A támadás közben az első fedélzetmester, Kurt Kirchberg, a repülőgép katapultáló szerkezetbe zuhant és meghalt. A Bismarck is elveszti tehát az első emberét. De a torpedó a nehéz páncélburoknak ütközik, így nem sok kárt tesz a hajóban. A torpedók kioldása után a Swordfishek eltűnnek a ködben, visszatérnek az anyahajóra. A repülők megüzenik, hogy addig, amíg a Bismarck nyomában vannak, folytatják a légitámadásokat. Lütjens tengernagy a Bismarck fedélzetén tisztában van a feladatával, mindenképpen le kell ráznia az ellenséget. Lütjens tudta, a brit hajók cikcakban haladnak, hogy kivédjék az esetleges tenger alatt járó támadásokat. Amikor a legmesszebb van tőlük, a Bismarck jobbra fordul, és hurkot leírva folytatja útját. A brit radarok szem elől tévezték, a német hajónak nyoma vész. A radarkezelők lázasan keresik, de mind hiába.
Hajnali 5-kor, egy nappal a húd elsüllyesztése után, a cirkálók vészjósló üzenetet küldenek Tobinak. Az ellenségnek nyoma veszett. Günther és a Bismarck tehát kicsúszik a hurokból. Tovi épp az ellenkező irányba tart. A két tengernagy nyílt tengeri sakjátszmájában Günther áll nyerésre. A világ legnagyobb csatahajója az Észak-Atlanti óceán viharos hullámai közt észrevétlenül siklik a nácik uralta francia partok felé. A brit flotta hajói és repülőgépei már 30 órája keresik a Bismarck csatahajót az Atlanti óceán északi vizein. De az köddé vált. Nagyon elkeseredtünk. Az egyszerű matróztól kezdve a tengernagyig mindenkit nyomasztott, hogy a németek meglógtak. A Bismarck fedélzetén abban bíznak, hogy reggelre elérik a francia partmenti 300 kilométeres sávot, ahol már a német Luftwaffe az úr. Tobi tengernagy kétségbe esett erőfeszítéseket tesz. Az amerikai Catalina hidroplánokat, a híres repülőcsónakokat is beveti. A kölcsönbérleti szerződés keretében kapott felderítő hidroplánok hatótávolsága több mint 4500 kilométer, így tökéletesen alkalmasak a célra. Órákig pásztázzák az óceánt. Azután délelőtt 10:30-kor, 36 órával azután, hogy nyoma veszett, az egyik hidroplánról észreveszik a vízen sikló fekete árnyat. A Bismarck ismét a britek látókörébe kerül. A csatahajóra itt a francia partoktól 1100 kilométerre bukkannak rá. Tovi admirális hadihajói 200 kilométerrel északabbra helyezkednek el. Tovinak valahogy le kell fékezni a Bismarckot, hogy lecsaphasson rá. A feladat megoldására a délfelől érkező H-jelű hajóraja legalkalmasabb, amelyhez az Ark Royal anyahajó is tartozik. 1941. május 26-a este 7 óra. 8 óra telt el azóta, hogy a Bismarckot megtalálták. 15 Swordfish torpedóvető közelít a csatahajóhoz. Az Ark Royalról szálltak fel. Az egyik gépet John Moffat hadnagy vezeti. A parancs úgy szólt, hogy támadjuk meg és lőjünk ki rá annyi torpedót, amennyit csak lehet. Moffat és társai áttörnek a felhőtakarón, majd leereszkednek a célpont fölé. 3 kilométerre lehettünk, amikor először megpillantottam. Lenyűgöző látvány volt. Moffat gépe két másik Swordfish társaságában óránként 180 kilométeres sebességgel közelít. 2000 méternyire lehettünk tőle, amikor elszabadult a pokol. A Bismarck légvédelmi tüzérei ösztüzet zúdítanak rájuk. Tudtam, hogy mire számíthatok, és féltem is rendesen. Arra gondoltam, hogy csak akkor úszhatjuk meg, ha a lehető legalacsonyabban repülünk. És minél közelebb vagyunk hozzájuk, annál nehezebben ereszthetik le az ágyúkat. Moffat már 1800 méteren belül jár, felkészül a torpedó kioldására. Hirtelen kiáltást hallottam. Még ne, Jack! A felderítőn volt az. Mi történhetett? Egyre csak kiabált, hogy ne, még ne. Aztán a szemem sarkából észrevettem, hogy ott lóg a gép jobb oldalán, a fenekével felfelé. Az egyik legjobb cimborám volt. Nem tudtam, hogyan csinálta, de mélyen kihajolt. A feje egészen a gép törzse alá került. Azt kiabálta, hogy ne, még ne. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy miért csinálja.
Moffat felderítője tudja, hogy ha a torpedó a hullám tetejére érkezik, könnyen Gellert kap és céltéveszt. Mivel csak egy torpedójuk van, nem pazarolhatják el. Azért hajol ki a gép oldalán, hogy fejjel lefelé lógva kivárja a megfelelő pillanatot. Ha a torpedó a hullámvölgybe csapódott be, volt esélyünk. Így is történt. Épp a legjobbkor szólt. És kioldottam a torpedót. A Bismarck éles balkanyart vesz, hogy kikerülje a torpedót. És ez végzetes hiba. Moffat torpedója 51 másodpercnyi száguldás után eltalálja a csatahajó tattyát. A heves robbanás hatalmas lyukat üt a hajó oldalán. Olyan ereje volt, hogy a szegecsek kiszakadtak a válaszfalakból. Az iszonyatos robajt hallva azt hittem, hogy a hajó ketté tört. A Bismarck két páncélozatlan korbánylapátja, amellyel az éles kanyart végre akarták hajtani, 12 fokkal balra fordulva beragad. Két búvárt leküldtek, hogy próbálják meg kijavítani a kormány szerkezetet, de a víz olyan gyorsan zúdult be a lyukon, hogy fel kellett jönniük. A Swordfish megbénítja a félelmetes csatahajót. A beragadt kormánylapát miatt a Bismarck csak az ellenség felé úszhat. Tudtuk, hogy a hajó kormányozhatatlanná vált. Ott álltunk egyedül az ellenség gyűrűjében. Günther Lütjens tengernagy rádió üzenetet küld Berlinbe. A hajó kormányozhatatlan, az utolsó lövedékig harcolunk. Heil Hitler! A britek közelebb jönnek. A Bismarck utáni hajsza befejeződik. Már csak a véres vég van hátra. május 27. A Bismarck csatahajó, amelyet a Swordfishek vakmerő pilótái megbénítottak, tehetetlenül sodródik az ellenséges ágyúk felé. A légierő még a legütőképesebb hadihajónál is hatékonyabbnak bizonyul. A brit hajók egyre közelebb húzódnak, hogy halálos csapást mérjenek a Bismarckra. Végre itt az alkalom, hogy megbosszulják a húdot. A britek akcióba lépnek, biztosak a sikerben. Az 5. György király fedélzetén John Tovey tengernagy kidolgozza a taktikát. Azt tervezi, hogy egyszerre több irányból támad a csapdába esett Bismarckra, így az kénytelen lesz megosztani a tüzérségét. Azután a brit hajók oldalirányba fordulnak és ösztüzet zúdítanak rá. A Rodney és az 5. György király 20 kilométerre megközelíti a német csatahajót. 8 óra 47 perckor a Rodney 406 mm-es ágyúi tüzet nyitnak. Kisvártatva az 5. György király is tüzelni kezd. A Bismarckra záporoznak a gránátok. A brit matrózok vattát dugnak a fülükbe, torkukat égeti a sörtüzek közben keletkező füst. A sarokba szorított német hajó visszalő. Günther az öreg Rodney csatahajóra nyitott tüzet. Valószínűleg ugyanúgy gondolkozott, mint a Hood esetében. Ha a régebbi típus, talán gyengébb is, és ha sikerül kiiktatnia, javulnak az esélyei. Mindkét fél célt téveszt. A tüzérek minden sorozat után átállítják a távmérőket. A kormányozhatatlan Bismarck könnyű célpontot kínál.
A Rodney először 9 óra 2 perckor találja el. A britek meghatározzák a pontos lőtávolságot és ösztüzet zúdítanak a csatahajóra. Az oldalsó ágyúkkal lőttünk. Egyszerre 10 365 mm-es gránátot indítottunk útnak. Iszonyatos mennyiség, ha mindezt egyetlen hajónak kell kiállnia. Két brit cirkáló, a Norfolk és a Dorsetshire is bekapcsolódik a harcba. A Bismarckot minden irányból lövik. Még a szellőző csövekbe is gránátszilánkok kerültek, amelyeken át a friss levegőt kaptuk. Csak úgy záporoztak ránk a lövedékek. Azután az 5. György király 365 mm-es ágyúi sorsdöntő sebet ütnek a Bismarckon. Egy gránát eltalálta a tüzérségi vezérlőpontot és az áramellátó központot. A bajtársaim üvöltöttek a kéngőzben. Borzalmas égési sebeket szenvedtek. A Bismarck úgy néz ki, akár egy vágóhíd. A hatalmas csatahajó még egy sor tüzet lead, azután 9 óra 31 perckor végleg elhallgatnak az ágyúi. A Bismarck ágyúi leálltak, de az ellenség tovább lőtt. A hajó néhány része lerepült a fedélzetről. A végén már szánalmas látványt nyújtott, mert tudtuk, hogy ártalmatlan, nem tüzel többé. Tovi hadihajói több mint 2800 gránátot lőnek ki rá. 400 célba is talál. A Bismarck lángoló acélroncsá válik, de nem süllyed el, a zászlaja még mindig fennlobog. Tíz óra 21 perckor Tovi elrendeli a tűz beszüntetését. A Dorsetshire cirkáló közelebb úszik, hogy torpedókkal elsüllyessze. A Bismarck megmaradt parancsnokai azonban másként döntenek. Utasítottak, hogy készüljünk fel a hajó elsüllyesztésére, nyissuk ki a szelepeket, aztán hagyjuk el a Bismarckot. Ám mielőtt a tervet sikerül végrehajtaniuk, a Dorsetshire 533 mm-es torpedót lő ki a csatahajóra. 10 óra 39-kor a Bismarck a tattyánál fogva hullámsírba merül. A csata közben a szortvisek is a levegőbe emelkednek, de a heves ágyútűz miatt nem vesznek részt a támadásban. Amikor a harc elül, Jack Moffat végre körülnézhet a mészárlás helyszínén. Még napokig kísértett, ami a szemem elé tárult. Tengerészek százai fuldokoltak a viharos hullámok közt. Iszonyatos látványt nyújtottak. Amikor visszatértünk a hajóra, eufóriának nyoma sem volt. Arra gondoltunk, hogy ők is ugyanolyan tengerészek, mint mi. A Bismarck 2092 fős legénységéből mindössze 115-en maradtak életben. A halottak közt ott van Lütjens tengernagy és Lindemann kapitány is. A Bismarck egyetlen harci bevetése mindössze 215 órán át tartott. A felszíni hajók ellen félelmetes úszóerődnek bizonyult. De végül az elavult, kétfedelű gépekkel repülő bátor brit pilóták bebizonyították, hogy levegőből a még oly hatalmas hadihajók is sebezhetők. A csatahajók fölött megkondult a lélekharang. Bár a német tenger alatt járók tovább támadták a konvojokat, Hitler soha többé nem engedte ki a német felszíni flottát az Atlanti-óceán északi vizeire.
A hatalmas Bismarck tragédiája bebizonyította, hogy a tengereken is a légierő az úr.